Milyen jó kis zene, mi? Azért kicsit elfáradtam. Szerintetek? Nincs hideg? Mindjárt csinálok volna, hogy itt van ilyen fűtésem. Egy kicsit csalni kell hozzá. Elfáradtam. Na, az a helyzet, hogy igen, az szemügyben lehet. Mindjárt csak megtörlöm ezt a lacot. Jó kis zene, mi? Ez egy egér. Fölül is van görgője, meg alul is. Multi görgős. Rád dzsugás már. Azt se látom már, mit csinálva. Na szóval! Ez a zene, amit hallotok, ez a siker zenéje. Ez is saját siker, mindegy. Itt van mellettem egy komputer, majd mindjárt megmutatom. Meg azt is megmondom, hogy hol a francba vagyunk, hogy mit tekeretnek itt a kábelek össze-vissza. Meg hogy miért van itt ez az egész hülyeség, mi van itt. Először is üdvözöllek benneteket a műhelyben. A műhely az egy olyan dolog, hogy két pontos évvel írják. És hogy látjátok, itt van egy pár komputer. Többé-kevésbé kész állapotban. Hát van olyan, ami... Még nem az igazi. Na, még nem az igazi. És itten... De most puskáznom kell, persze nem tudom. Itt van egy Dell Optiplex GX620. Ez most valami nagy dolognak tűnik pedig. Majdnem kijött egy csúnya szó. Na szóval, ez egy régi vacak. Jó, tehát így néz ki a csávó. Ez egy Dell Optiplex GX620-as asztali komputer. Természetesen marhára le van bontva, mint a magyar gazdaság. Na jó, talán nem annyira. És kilátszik, hogy mi van benne, mi nincs benne, miért van benne csak ennyi memória, és miért van benne ez, és miért van benne az. Itt van benne az egyetlen csalásunk, ez egy Vinyó nevezetű dolog, ez nem a sajátja, ezt most kötöttem be, és úgy kötöttem be, hogy jól működjön. Itt fölül, így mutatom, itt fölül vannak ilyen memória sinek, és a memória sinekből is, hát mondjuk így, hogy a Dell az ilyen válogatós itt neki. Nem jó ám akármi, úgyhogy ez egy kicsit lakítom. Hát így meg nem hagyjuk a zenét. Na, egy kicsit szólott a zene. Szóval, amit éppen láttuk, ez egy Dell Optiplex akármicsoda. És azt kell tudni erről a készülékről, hogy nem egy normális számítógép. Tehát a normális hibák rajta nem fordulnak elő. Nála ilyen abnormális, ilyen agyament hibák fordulnak elő. Ezt valaki felajánlotta nekem, hogy már elege van belőle, nem lehet vele mit kezdeni. És itt van, dugjam föl a polcra. Nem ezeket a szavakat használta. Mindegy, az a lényeg, hogy itt hagyta nekem, hogy majd én boldogulok vele. Na, az a helyzet, hogy egy ideje már el... Megvágtam magam. Egy ideje már brékelek vele, hogy elinduljon végre, de most már végre sikerült megoldani, úgyhogy megy. A hatalmas hátránya, hogy nincsen benne ilyen... Ez egy zöld színű panel, van benne ilyen sárga színű konnektor, ezt így bele kell dugni a komputerbe, és ez a panel azt csinálja, hogy itt vagy itt, egyszerre, persze nem a kettőn, jön kép. Jó? Ez egy monitor vezérlő panel. A szakszó úgy hangzik rá, hogy videókártya. Ezt a vacak panel, hát ez egy tök alsó. Nem nevezném nagy videókártyának. Igen, hát ez egy... Ráadásul ez nem is működik, tehát nem tudom beletenni. Na, vannak nagyobb eszközök, ez talán látni, hogy valamivel nagyobb, meg hűtő van rajta, meg ilyesmi. De van itt egy csomó olyan eszköz, amit nem nagyon akar menni. Most, amelyek nem nagyon akar menni, azt meg nem tudom beletenni. Na most ott tartunk, hogy van bele integrálva, azt
úgy mondják, hogy bele van forrasztva egy 8-as megabyte méretű videokártya, és azért nem bírt vele semmit kezdeni a kollega, mert egy csomó minden neki már nem megy, így rossz, úgy rossz, amúgy rossz. Az a lényeg, hogy nekem itt most működik. Ez a zene, amit ti hallotok, mindjárt, csak bekapcsolom a hangerőt. Jó, mi? Na, így néz ki. Ezt úgy hívják, hogy OpenTTD, ez egy ilyen nagyon régi játék, teljesen magyar nyelvű, elvileg látjátok, és szállítmányozási vállalat építése, illetve hát a játék ekkori épül, hogy vigyünk sok szenet, vigyünk sok vasércet, meg utast, meg mit tudom én, most lealkítottam egy kicsit. De az a lényeg, hogy ez a játék is működik rajta, hasonlóan a többihez, mert mondjuk még mindent nem próbáltam ki, de menjél kipróbáljuk. Majd valahogy. Van itt nekem egy ilyen állványkám. Ez. Csak már marhára elfelejtettem, hogy hogy a fenébe kell kinyitni. Van egy ilyen nyitó szerkezet benne, csak... Öj, már annyira elfelejtettem, hogy... Már nem tudom, hogy kell kinyitni. Nem emlékszem. Itt van egy ilyen luk, egy ilyen gomb. Haha, láttad? Mekkora hacker vagyok. Na, ezt megfordítom. De ti szépen beleültök. Majd mindjárt, persze ez nem megy ilyen gyorsan. Elég csálé, nem baj. Hölgy csálésákra nem adunk, ez nagyon jó lesz. Ez úgyse olyan. Ja, ezt így lehet forgatni ezt a monitort, hogy állítva, így, meg fektetve. De mivel 4-3-as monitorról beszélünk, így nem értem, hogy mi az, hogy állítva, meg fektetve. Így most elvileg jól látjátok, ugye? Na, így meg én nem látom. Na mindegy, ez az egyik játék, ami tök jól fut, itt van fönn a hangerőszabályzó. Ezt egy kicsit bezárom, jó? Ja. Itt van a dash, és akkor beállítások menübe látjuk, hogy hogyan hívják ezt a rendszert. Igen, ez nem Windows 10. Nyet, nyet Windows, nyet. A Windows ezen, a Dell Optiplexen nagyon már nem is fut. Ez olyan öreg ez a vacak, hogy csak na. Azonban van itt egy hatalmas poén, remélem jól látjátok. Ide van írva, hogy van benne egy Pentium D, mint Daniel, 3.4 GHz-es processzorból 2. Hát az nagyon jónak számított régen. Mondom még egyszer, tehát hogy régen. Azonban van egy kézifék behúzva a számítógépen. Ez ide van írva, hogy Intel 945-ös Gábor. Hát ez egy Trabant. És ráadásul csak 8 megabyte memória van hozzá, tehát egy nagy videó teljesítmény, tehát a szuper játékokat ne nagyon várjuk ezen a téren. Mindegy, ennek ellenére tök jól működik, a várakozásokkal ellentétben, és akkor nézzünk egy másik típusú játékot, majd mindjárt. És akkor kicsit várni kell, mert ez a Mindtest nevű játék, ezt nem biztos, hogy ismeritek. Azt kell elképzelni, hogy az a Minecraft ingyen. Jó? Most gyorsan indítom. Itt látjuk végig a tálcát, meg a felső részt, meg a mit tudom én. Na! Na! Ezt hívják akadozásnak. Nem kakadozásnak. Akadozás. Jó? Tehát ezt a nevetséges és a játszhatatlan között van valahol. Ezzel így nem lehet mit kezdeni, ez gatya. Most már megnyomtam az eszképet, meg kéne jöjjön a beállító rész. Igen. Szerencsére a Mindtest tervezői nagyon sok levelet kaptak, üzenetet kaptak, hogy túl lassú a gépem ez a játékhoz, tegyetek bele olyan opciót, amivel én is játszhatok vele, tehát a grafikát, a megjelenést, annyira vissza lehessen venni, hogy szó szerint teljesen.
Na megmutatjuk, hogy működik ez a dolog. Nem. Ja nem, magasság, bocsánat. Magasság. Nem, ez úgy van, hogy 4,80, enter. Aztán beírom, hogy szélessége a monitornak, annak 6,40, és beírom, hogy a képernyő szélesség, magasság, teljes képernyő engedélyezve, teljes képernyő bit per pixel, tehát a színmélysége, az legyen mondjuk 16, mert az két, a 16 az azért tök jó szám, mert az kétszer több, mint 8. Hát gondolom őszintén, még sose próbáltam ki azt, hogy beütöm 8, akkor mi van. Mindegy, maradjon 16, azt majd meglátjuk. Mondom 16, igen, azt akartam az előbb. És V-Sync nincsen. Nem, hol a francba van? Van 3D mód benne, hogyha van piros-kék szemüveg, meg ilyesmi. Nem ezt keresem egyébként, hanem azt keresem, hogy mindig megjegyezze a képernyő beállítások. Nyitás. Hát ez jobb is. Nem találom. Mindegy. Így, most kiléptem, elvileg teljes képernyős módba fog indulni. 640x480-a, tehát az egyik létező legkisebb beállítással, semmiféle simítás, semmi részecskék, nincs 3D felhő, shadereket kikapcsoljuk. Ne felejtsük el, hogy 8 megás videokártya van benne, tehát nagyon nem kell hatalmas dolgokra számítani. Egyből nagyobb ez a betöltőkép, és jé! Hát itt költött. Ez annak a hangja, hogy megyek a füvön. Jó? Nem. Ez nem az, hogy eszem a chipset, nem olyan. Na, szóval nem akadozik, látod, picit még visszaveszek a látótávból, ugye látjuk, hogy látótáv az már kicsit kevesebb, és így még nyugodtabb, még összefüggőbb a grafika. Ezt értelemszerűen oda kell majd állítani, ahol valamennyire még tűrhető ez a felbontás dolog, kicsit akadozott, de bármit tudunk hogy mondják ezt? Kraftolni. Itt egy fa. Kivágtunk egy fát. Természetesen egy fa kockáról beszélünk, tehát a fának a többi része az még mindig ott van. És a fa darabot betesszük középre, akkor deszkát kapunk, négyet, hogyha abból betesszünk egy párat, akkor pálcát tudunk belőle csinálni. Tehát át lehet alakítani egyik tárgyból a másikat, és a végén házat lehet építeni, meg mit tudom én, ezek ilyen nagyobb fák, de most nem menjünk bele. Az a lényeg, hogy még ezen a lassú vackon is működik, összefüggően a grafika, tehát nem akadozik. Elég sokat dolgoztak rajta a srácok. Na, nem akarom az összes játékot megmutatni, mert rengeteg van rajta. Van gokártos, meg ilyen oldalnézet, ilyen futkározós. Van rajta olyasmi, mint a Super Mario. Tudom, én nem akarom ezzel az időtöket húzni. De az egésznek az a lényege, ez a Dash, itt kell keresni ezeket a dolgokat, ez tényleg nem olyan, mint a Windows. Egy talán nagyon picit szokni kell, most leállítom, így is örülök, hogy tök jól működik. Igen, és akkor kiírja, hogy minden oké, okay, minden rendben van, és pff, megáll. Na, szóval... Várakozásaimmal ellentétben... Ja, itt a fűtőtestem, ezzel megmutatom. Így néz ki. Tudom, nem egy távfűtés a lakótelepnek, de határeset. Na, szóval mondom még egyszer, ez a videó külön azoknak készült, akik Ez a videó külön azoknak készült, akik a Budapest ingyen 57-75-57, nem tudom, valamelyik, ebből a csoportból csak egy van, aki ebből a csoportban vannak, és szeretnének ingyenes számítógépet itt szóban.
Hát az a helyzet, hogy még mindig itt van ugyanaz a kettő számítógép, itt van alul, megmutatom még egyszer, ott van alul A, B, nem biztos, hogy érti mindegy. Egy ilyen, dva, kompjúter, és itt van ez a harmadik, ez a 8 megás szégyenfolt. Kínomba röhögök, igen. Szóval ez a 8 megás szégyenfolt, ahhoz képest milyen szépen működik. De egyébben nem menjünk bele. De az a lényeg, hogy most már három számítógép van, amit el lehetne vinni, és mindenkihez van monitor, billentyű, egér. Hát elvileg látjátok itt fölöttem, egy pár alkatrésszel el vagyok látva, és még így is van egy pár dolog, ami hiányzik, tehát ha nagyobb szerencsém lenne, és így gurulok a székkel, ez ilyen varázsszék, ilyen gurulós. Na, az a lényeg, hogy itt van a szélén a még nem túlzottan kész gépeknek a hadteste, és ebben a hadtestben bizony hiányzik az egyikből. Áramelosztó. Ja tényleg, ezt nem is tudtad. Tehát a 220-at, hol egy kábel? Persze most nincs itt, mindjárt kerítek egyet. Na, kezdjük az alapoknál, persze ráérek, mi van? Mindjárt csak el kell érnem, mert... Na, ez az áramkábel. Jó, persze a Celuxot nem kell nézni. Ez megy be a konnektorba, ez a nagy dög. És ez a hármas dugó, ez megy bele a kompjúterbe. Lehet, hogy nem hiszitek el, de a számítógép nem 220-szal működik. Nem. Hanem 12 volt-al. És a sok-sok pici alkatrésznek mind kell a 12 volt, meg az 5 volt, a plusz 5 volt, meg a mínusz 5 volt, meg a mindegyik egyenárammal működik, mindegyik. És ez a csávó, ezt úgy hívják, hogy táp. Jó, most nem csirketápló, meg disztótápló van szó. Ez csinálja azt, hogy a rengeteg dugóval ő leossza egyenárammá a 220-as konnektorba lévő váltóáramot, ilyen nagy elektronikai csoda. Wow! Hát valami hülye nagymester megcsinálta régen, hogy a váltóáramból egyenáramot és egyenáramból váltó. Nem mindegy, ebben nem menjünk bele. Az a lényeg, hogy a számítógép be, mint olyan, fogalmam sincs, hogy miért lett ilyen világos, hogy a számítógépben az egyen áramot elossza, ezt áramelosztónak kéne hívni, de persze nem az, ezt úgy hívják, hogy számítógép táp. Ebben a szedben, amit ott mutattam nektek az előbb, 1, 2, 3, 4, 4 darab számítógép táp kéne, mert ezek itt mögöttem ugye a számítógép tápok, egy csúnya nagy betűkkel ráírtam, hogy valami bajuk van, az a bajuk, hogy túl modernek. És ezek az a régi számítógépekhez, már ezek nem jók. Ezt remélem azért látjátok. Ide van írva, nincs mínusz 5 volt benne. Nincs. Tehát van benne egy ilyen nagy áramelosztós rész, csak éppen a mínusz 5 volt így nincsen bekötve, és ez most így gáz. Ugyanis, ha nincsen benne a mínusz 5 voltos vezeték, akkor a régi számítógépek nem indulnak el, csak az újabbak, és abból sem mindegyik indul szépen, mert bizony az újabbak közül is egy párnak azért elférne a mínusz 5 voltos vezeték, a 12, a föld, meg a többi között. Ebben nem nagyon megyek bele, akit érdekel, majd úgyis megnézi. Az a lényeg, hogy ezek a tápok hiába vannak itt, azokhoz nem jók. A következő történt a múltkor, ezt már így biztos érteni fogjátok. Jött egy anyuka, nevezzük, mit tudom én, akárkinek van. Egyébként mindenkinek nevezzük, mert ma már elfelejtettem, hogy hívják. Szóval jött egy anyuka a kisfiával, és azt mondta, hogy szeretne számítógépet, de ezek a gépek nem igazán jók itt az ő számára. Ezért úgy gondoltuk, hogy ahhoz, azok gyorsabbak is, azokhoz a gépekhez szeretne hozzáférni, úgyhogy csináljuk azt, hogy ő inkább hoz egy tápot, hoz egy vinyót, ebből még az is hiányzott, és ezzel a két alkatrészsel ő elviszi a komplett gépet. Mondom, jó, beszéljük meg. Úgyhogy fogta, tessék itt a táp meg a vinyó, és akkor várom a gépet. Itt a helyszínen előtte összedugtam mindent, főtelepítettük, viheti. Ezt úgy hívják, hogy akaraterő. Többiekre ez nem jellemző. De tényleg nem. A következő történt, föl lett telepítve, tök jó, üresen, ugye?
föl a telepítve, fogta, betette a szatyrába, nagy nehezen, azt elment. Másnap meg üzent, hogy na, arról volt szó, hogy ezt még kell frissíteni, azt hogy kell csinálni? Mondom, itt egy videó a YouTube-on, ez mutatja meg, hogy hogyan kell frissíteni egy komputert, azzal a rendszerrel, amit ugye ő kapott, és nagyjából egyedül szépen felfrissített az egész rendszert, föltette rá a magyar nyelv teljes csomagját, utána már magyar lett minden, mert hát ugye a telepítőlemezen a világ összes nyelve nincs rajta. Igen. Na, úgyhogy megoldotta, hogy teljesen magyar lett, friss lett minden, és föltelepített rá egy a... hát, hogy 50 játékot. De nem ilyen faszkokat, mint amit az előbb mutattam, hogy ezen a 8 megás talicskán elinduljon, hanem már rendesebbeket. Tehát ilyen nagy, nagy csomag, ilyen széles, magas... Na, szóval... ő elvitt egy gépet, annak ellenére, hogy ezt a két lassú vackot inkább azt mondta, hogy nem. De ehhez az kell, hogy üzenjen, és tényleg fogja meg a lábát, az jöjjön ide! Nem biztos, hogy kézzel kell fogni a lábat, hogy ide jöjjön, ezt most csak úgy mondtam. Az a lényeg, hogy itt egy csomó számítógép az erősebbek közül, de azok hiányosak. Itt van kettő számítógép ezzel a 8 megás talicskával együtt, ugye három. Itt van ez a három számítógép, ami lassú-lassú, de teljesen kész van. Lehet választani. Van A, meg van B, meg ott egy... ja, nem tudjátok, mi az a cél. Na. Szóval ez itt monitor, jó? LCD monitor, ezt onnan látjátok, ugye lapos. Nem olyan lapos, mint a papírlap, meg a úthengerrel kivasalt ember, meg ne, ez vastag, hát ilyen 2-3-4 centis. Tényleg nem nehéz, ráadásul a súlya is eléggé, nem mondjuk így, hölgyekhez van szokva. Várjál már meg. Szörnyű. Na. De török zúzok minden. Rátok, mindjárt rátok térek, mert már szeretnék ezek a srácok, bemutatnám őket. Na, igen, mert itt van egy másik Dell, igen, itt egy másik Dell, csak egyelőre az olyan lassú, mint a Commodore 64, és valami módot kell találnom rá, hogy legalább egy alapvető játék elinduljon. Na mindegy, ott tartottunk egy monitor, lapos útenger, emlékeztek? Na, itt van egy másik monitor, ez egy mély. Mély monitor, ráadásul olyan nehéz, mint a dög. Mint egy döglött macska. Ha milyen nehéz egy döglött macska? Ha. Nem tudom, szóval nehéz monitor, ilyen mély, kell neki hely hátrafele, stb. Viszont olyan szép képe van, hogy egyetlen LCD nem tudja ezt így utána csinálni, hogy egy kicsit se. Tehát, hogy nem. Egy se csinálja utána, és mi van még? Mit akartam még mondani? Ja igen, az ellátmány. Itt vannak alaplapok. Egyik sem nagyon akarám dolgozni, tehát hiába kapcsolom be, alaplapi szinten... error. Tehát nem működik. Aztán vannak ilyen egerek, billentyűk... ja, az itt van. Vannak egerek, billentyűk, tehát tényleg fő vagyok készül minden vacakkal. Meg vannak itt ilyen panelek, hát ezeknek nagy része nem működik. De elvileg, hogy egy kicsi időt szánok rá, akkor elvileg meg lehet ezeket csinálni. Itt van, aki póccal följebb a DVD olvasók, egy része írni is tud. Egyet sem próbáltam még ki. Aztán itt vannak a hang kivezető kártyák, ezt még megmutatom így valahogy. Hogy... ugyanolyan panel, mint egy monitor vezérlő panel. Ilyen panel, és akkor van egy ilyen részszínű ilyen csatolója, azt be lehet tenni a számítógépbe. Csak az elején itt nem a monitor kivezetés van, hanem a fejhallgatói, illetve hát a házi mozi hangé, mert itt elég komoly dolgok ezek. Na mindegy, szóval van 2.1, 3.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30.1-es hangkártya, és akkor mindenféle hangkártyát is össze lehet kötni. Az ugyanolyan hangkártyákat össze lehet láncolni, mindegy, ebben nem menjünk bele. Na, aztán vannak ilyen USB túldók azokban az esetekben, amikor az alaplapi USB teljesen elromlott, aztán vannak internetkártyák, hát az egyik internetebb, mint a másik, ez tök jó. Aztán van nagyon régi retrós kedvelőknek ilyen kislemez meghajtó, meg
Hát telepítő lemezek is vannak, igen. Van számítógéphez, processzorhűtőből, hát aztán van egy kevés. Hát igen, itt a nagymester, ne felejtsük el. Amit éppen látunk, az egy videópanel, azonban olyan régi és olyan nagy erejű, hogy ez itt egyszerűen a szakma úttörője. Azért van ide betéve, hogy amikor valaki bejön és nem hajol meg, hát azt fenékbe szokták billenteni. Ennél szebben nem tudom mondani. Ez, amit itt látunk, tehát mondom még egyszer, a műhely, ahol ingyenes javítások történnek, meg hát laptopokat is szerelünk. Hát igen. Na szóval, most jön az a rész, ugye, amit az előbb megígértem. Gondolom. A zöld szatyor. Jó páran kérdeztétek, hogy foglalkozunk a laptop... hogy foglalkozok-e laptop javítással? Hát... igenis, meg nem is. Nem olyan egyszerű ám ez, mint amilyennek tűnik. Na itt éppen most, amit láttok, ez egy laptop, jó? Az a neve, hogy... nem biztos, hogy látjátok. Ide rakom, így. Gerikom. Gerikom A380. Ez egy elől multimédia lejátszós, CD előre visszajátszós. Hát még egy elég régi csataló, de átlátszó billentyűzetén, világítós, stb. Nem olyan rossz ez, csak sajnos nagyon régi, és egy további hibája is van, hogy nincsen benne vinyó. Cserélhető benne a wifi, az külön fiókban van, itt az aksi, ezt ki lehet venni belőle, itt vannak a memóriák, és ide kell beletenni a vinyót. Természetesen nem olyan egyszerű szétszedni, teljesen szét kell szedni, hogy a vinyót be lehessen tenni, utána össze kell rakni, bekapcsolni, hát ez most vagy jó, vagy nem, ez ilyen kérdőjeles. Azonban megvan hozzá minden, tehát az összes töltő, kábel, itt van benne a szatyorban, és van még PC-maci kártyánk is. Ez egy gyorsított, régi időkről beszélünk, gyorsított sebességű Wi-Fi kártya. A Wi-Fi kártyát régen nem USB-be használták, mert ők úgy gondolták, hogy az USB-nek a csatlakozó felület olyan lassú, hogy az valami embertelen, ezért feltalálták a PCMCIA kártyát, ezt így kell beletenni. Na, ez bele van téve. Nagy ötlet, nem? Szóval ez dupla PC-maci kártyát tud ellátni, tehát egy alsó, meg egy felső. Igazi ritkaság, itt van egy infravörös kapcsolódás, az régen elég menő volt, és így működik. Na, azt akartam mondani, hogy van nekem egy ilyen laptopom, ami szerintem tök menő, csak nincs benne vinyó. És amíg nincs benne vinyó, nem tudom kiosztani. És amíg valaki nem ajánlja föl, itt látható ilyen csomó csatlakozó, minden. Aki nem ajánlja föl a vinyóját, addig ez a laptop itt fog leledzeni. Olyan nagy dolgokat nem várunk tőle addig, mert hát most mi van? Ne haragudj, haver, még mindig nincs vinyó, mert nem hozott senki. Na, ilyen érdekes, nem? Ha valaki hoz egy laptop vinyót, el tud vinni egy laptopot. Azt itt van már lassan egy éve. És nem vinyóta senki. Érdekes, nem? Na jó, itt egy másik csávó. Ez ugyanaz egyébként, csak Pepitába. Tessék. Na, ez egy HP ProBook. A pontos típusa ProBook 6545 és Béla. Ez is természetesen minden egyes része külön levehető, kivehető, tehát minden alkatrész külön cserélhető, de ezzel is ugyanaz a baj, mint az összes többi fel, hogy ebbe sincs vinyó. Azt mondta a csáv, hogy teljesen elromlott a laptopja, ezért itt hagyja, ő nem fogja javítatni, mert többe kerül a javítás, mint egy új laptop. Ennek nagyon nagy az igazság tartalma, de néha nem így van. De ő erre nem adott semmit, ő egyből fogta, leadta a hulladékot, azt ment szaladt tovább, mert hát az idő drága, mert jaj, a pénzt kell hajkurászni. Igen, tudom, ismerem. Jó pár ismerősöm vesztettem el ezzel a módszerrel, hogy vagy a vallást, ez egy külön fájó pont nekem,
vagy a pénzt kezdte hajkulászni a csávó, és nem azzal foglalkozott, hogy az élet hadd menjen tovább. Na, ez valamennyivel újabb ez a készülék, egy HP ProBookról beszélünk, természetesen hibátlan a készülék, van benne, ezt most így mutatom, új lenyomat leolvasó rés, itt, hogyha így elhúzom a új lenyomatom, akkor ki van nyitva, tehát nem kell jelszót beírni, meg ilyesmi. Tele van ilyen egyéb funkciókkal, hát akit érdekel, az majd megnézi a neten, hogy mi a helyzet. Ehhez sincs. Tehát, vinyó. Aki szeretne laptopot, hozz egy vinyót. Nagy dolog, mi? Egy éve, egy több mint egy fél éve nem képes rá senki. Na, mindegy. Ezek el vannak itt, nem csak lepi őket a por. Én azt is el tudom képzelni, hogy mennyi meg mennyi olyan család van, ahol de jó lenne egy számítógép, nem? De olyan jó lenne. De nem jó. El kell érte menni. Igen. Igen, ezek olyan számítógépek, hogy el kell értük jönni. Sőt, a számítógéppel nem csak a számítógép jár vele, hanem ott van maga a számítógép, ugye? Monitor, billentyű, egér, kábelek, szatyor. Ezt nem lehet követni. Hagyjuk ott a francba, és akkor továbbra se lesz. Na, ez a helyzet. Na, ezt egy kicsit ide rakom, valahova. Jó az. Na, úgyhogy ez kész van. Ráírom a nyubi, a nyolc meg a... Olyan, mint valami vacak talicska, nem? Érdekes. Ennek a számítógépnek az összértéke, most, hogy beleraktam ezt a vinyót, olyan... 4000 forint. Mondjuk 5. Ha akart részenként akarnám eladni, lehet többet is érne. De... Minek adjam el, nem? Hát én ingyen kaptam. Mert felajánlotta A meg B magánszemély, és A és B cég, ugye, mert cégek is ajánlanak föl. Milyen szép. Dell. Figyelj már Delli Melli. Legközelebb összeraksz egy ilyen gépet, ne legyen már ilyen gáz, jó? De... Le kell tolni. Na, az a helyzet, hogy ez a talicska, immár a harmadik komputer, amit ki lehet osztani, de szépen ide leteszem a többihez, és de jó! Haha! Csak becsúsztatom ugye a fűtőtestet, kikapcsoljuk. Nem gondoltam volna, hogy megnézitek végig, de nem baj. Ha megnézitek végig, azért nem olyan baj az, mert egyből látjátok, hogy mi a fene folyik itt ebben a műhelyben, és miért nem jön senki a gépekért, pedig itt van. Most is itthon voltam, csütörtök pénteken itthon voltam, szombaton meg vasárnap kicsit családoztam, de akkor is jöttek, hogy javítsa meg a laptopot, meg mit tudom én, jött az a fényképezős művész csávó, annak is elromlott a laptopja. Kész, ez menthetetlen, úristen! Mondom, figyelj, nincs semmi baj, csak cseréld ki a vinyót, mert kiderítettem, hogy a vinyója, tehát az adattár az, ami teljesen szétment benne, és nem kell új laptopot vegyen, azért ez valami, nem? Na, úgyhogy... Jaj, van nekem ilyenem, ház, meg sem mutattam. Nem tudod, mi ez mi. Sűrített air levegő. A sűrített levegő meg azért kell, mert az összes port meg koszt, amit ide behoznak az emberek, azt én mind tüdővel akarnám kifújni. Hát jó neki kéne szaladnom, az biztos. Vannak ilyen csavartartóim, egy kicsit elpakolom. Most már ideje, mert már régóta itt hevelésznek itt az asztalon, azt még mindig nincsenek elpakolva. És hát igen, ezek ilyen dolgok. Na, aztán van ilyen panel, olyan panel, ilyen csavarhúzó, olyan csavarhúzó, ilyen átalakító kábel, olyan dugó, ilyen dugó. Szóval itt mindenféle is. A lényeg az, hogy
Jó, tudom, már 35 perce mondom itt a hülyeséget. Nem biztos, hogy bárkit is érdekel. Itt vannak a számítógépek, csak egy pár dolog kell belük. Pár dolog kell bele, hogy készen legyenek. Itt vannak a vacakok, a lassúk, de azok legalább kész vannak. Van egy csomó monitorom, billentyű, tehát elvileg megvan minden, csak pont az apróság hiányzik, hogy elkerüljön a családhoz ez a pár számítógép, az meg maga a család. Érdekes, mi? Jaj, még ilyet köptem a szuperhúztat. Azt a mindenit, ilyen! Na, ilyet sem láttatok még, ilyen villáskulcs. Ez egy vaslemezből van kivágva. Elég igénytelen. Ez pedig a trófea gyűjtemény. Hát, nincs benne annyi, mint amennyit végezte. Megoldjuk. Na, mindenkinek jó éjszakát, ennyi volt a műhely, megyek szépen haza, mert azért van nekem is dolgom. Most se jött senki, úgyhogy csak legyintünk, azt megyünk tovább.